Studio Veszprém Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történeteik. Diósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, nézőinket, attól függően, hogy ki milyen platformon követ minket. A mai vendégünk Flórián Bence. Szervusz, Bence, mi már régebb óta ismerjük egymást. Bence a Zádor szappant előállító cégnek a képviselője, tulajdonosa, és mikor szerkesztő társamnak, Weber Lacinak mondtam, hogy szappanokról fogunk beszélni, azt mondta, hogy hát szép lesz ez, mikor három férfi ember sikamlós témákról beszélget, és a szappan kerül a középpontba. De azért majd valahogy körülkerítjük kellőképpen ezt a témát. No, Bence, légy szíves, először magadról mondjál néhány szót. Hogy kerültél a szappangyártás közelében, hogy belecsapjak a lecsóba? Szerbusztok, szerbusz Laci. Köszöntöm én is a hallgatókat, nézőket, és egyben köszönöm szépen a meghívást ebbe a műsorba. Na hát valóban egy kicsit ugye kvázi férfiakhoz nem illő módon, vagy hogy mondjam, nem is férfiakra annyira tartozó módon, de ugye a szappanról, kozmetikumról fogunk beszélni. De így bevezetőképpen csak annyit erről, hogy maga ennek a kozmetikumnak, vagy úgymond fürdő tisztálkodó eszköznek igen nagy kelete van, és amúgy azt is el lehet mondani, hogy a férfiak esetében. Tisztálkodószernek minősül a további és más kozmetikumokhoz képest, de ne vágjunk bele így akkor a közepébe, akkor én röviden bemutatnám magamat. Tehát én egy közgazdasági végzettséggel rendelkezem, és néhány évvel ezelőtt a családunk került igazából a szappangyártás közelébe, ha lehet így fogalmazni. Ez egész egyszerűen úgy történt, hogy édesapám vegyészmérnök, vagyis édesapám és édesanyám egyaránt, és egy családi baráton keresztül kerültek kapcsolatba ezzel a lehetőséggel, majd minek következtében vegyészmérnökként ennek az előállításához megvolt a kellő tudásuk, ezért egy hirtelen jött gondolattal ők belevágtak, és igazából a későbbi években csatlakoztam én is úgymond ehhez a csapathoz, vagyis a családi vállalkozáshoz, és mi meg erre a meglévő szappangyártásra alapítottuk meg az Zádor márkát, aminek alapvetően a célja az volt, hogy egy kifejezetten prémium, ha szabad így fogalmazni, luxus terméket hozzunk létre ebben a piaci szegmensben. Szerettük volna azt megmutatni, hogy egyrészt itt a környéken, Veszprém megye és környéken, vagy akkor mondjuk így, hogy Magyarországon is lehet kiváló minőségű, rendkívül jó tulajdonsággal rendelkező terméket létrehozni, és magával a márkával és magával az egész brenddel kifejezetten az volt a célunk, hogy ezt a külföldi piacra eljuttassuk, ezt a terméket. Azt azért tudni kell, hogy a Zádor név az onnan származik, hogy a Balaton felvidéken Pécsei közelében van egy Zádorvár, amely egy vadregényes kiránduló helyet jelent. Én nagyon sokszor jártam arra felé. Igazán kellemes az időt ott eltölteni. Nagyon-nagyon jó kis kiránduló utak vannak és látnivalók. És úgy döntöttetek ezek szerint, hogy a márkának egy jó név lenne ez a Zádor elnevezés. Ezek szerint, meg hát Pécsen van a manufaktúra is, ugye, amelyik előállítja a szappant. Így van, valóban a manufaktúra is ott van, de alapvetően nagyon sokféle módon kötődünk a helyhez és a vidékhez. Úgy, ahogy te, Laci, mi is rengeteg azért kirándultunk, jártunk, Zádorvárba sokszor fenn voltunk, és
És ahogy már az előbb említettem, hogy a külföld volt a kifejezetten a cél, hogy a külföldi piacokat célozzuk meg ezzel a termékkel, sokat gondolkoztunk rajta, hogy milyen nevet adjunk a terméknek, ami alapvetően két kritériumnak kellett, hogy megfeleljen. Egyrészt az, hogy maga valami helyi értéket, helyi nevezetességet magába foglaljon, másrészt meg az, hogy külföldön könnyen kiejthető legyen és érthető legyen. Ezt megtennéd, és ennek az áldott nekünk, bocsánat, Bence, hogy leggyakrabban külföldön hogy ejtik ezt a nevet? Ugye ékezet nélkül írjuk, de ékezettel ejtjük. Magyar. Így van, ékezet nélkül. Hát mi általában zádor szappannak mondjuk ugye itthon, aha, de aztán a kiejtés tekintetében sokféle variáció van. Zsádor, zádor, zsador, tehát sokféleképpen van, de nekünk a legfontosabb része az volt, hogy jó hangozzon külföldön, és ugye ezt ez a név ezt tudta, hozta. Elég sok helyen utána néztünk, mert nyilván egy márka alapításán az gondolom, hogy meghatározó kritérium, hogy nem lehet negatív kicsengése a névnek, vagy bármilyen negatív jelentése a célzott piacokon, és ez a név minden kritériumnak megfelelt, és igazából nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ezt a nevet tudjuk így egy kicsit külföldön is, külföldre is vinni, külföldön is hallanak róla. Mint maga a terméknél amúgy nagyon fontos még megemlíteni, hogy minden ilyen marketing anyagunkban, vagy bármilyen ismertetőnkben mi mindig hangoztatjuk, hogy ez a termék a Balaton felvidéken készül, és nyilván mind családilag, mind magánemberként nagyon sok szállal kötődünk ez a vidékhez, és ezt büszkén visszük külföldre, ezt a nevet. Azért az nem piskóta, hogyha eljutok egy dubai szakkiállításra, vagy világkiállításra, meg luxus szállodákban jelennek meg ezek a termékek, vagy olyan lapok, mint a Playboy, vagy a Cosmopolitan is bemutatja a zádor szappan családot. Úgyhogy néhány év alatt elég szép kis karriert futott be a termék, ebbe biztos rengeteg munkát kellett belefektetni. Igen, igen, alapvetően nagyon sokat foglalkoztunk ezzel, hogy maga a termék hogyan és miként hova jusson el. Ami egy meghatározó mérföldkő volt a magának a termék életre keltésében, az amúgy az volt, hogy rendkívül jól sikerült a csomagolásunk, és ezzel a csomagolással bekerültünk egy olyan nemzetközi kiadványban, amely adott országokban a top-top csomagolás terveket mutatja be, és a grafikus hölgy, akivel együtt alkottuk meg ezt a csomagolás tervet, ő ezt egy ilyen pályázat keretében belül beküldte. Ebben a kiadványban azon eddig tudomásunk szerint még magyar termék amúgy nem nagyon szerepelt, és ez egy rendkívül jó dobást adott a terméknek, hiszen bekerültünk ebbe a nemzetközi kiadványba, és ezáltal nagyon sok megkeresést is kaptunk, és ez egy hihetetlenül jó, úgymond dobogó volt ahhoz, hogy jól tudjunk indulni. Köszönettel itt a még egyéb olyan, mondhatni ezt szerencsének is, de inkább én azt gondolom utánajárásnak, hogy sok olyan, vagy több olyan kiállításon is részt tudtunk venni nemzetközi porondon, amit itt a hazai, még annó kereskedőházak által voltak szervezve, de minden esetre ez rendkívül nagy lökést adott annak, hogy a termék külföldön is meg tudja vetni a lábát. A hazai piac az egy picit ilyen szempontból könnyebb volt, azt gondolom, hogy kapcsolatrendszer és sok-sok kopogtatás árán ugye el lehet érni, hogy a termék bekerüljön, megjelenjen, de egyet mindig hoznia kell a terméknek, az pedig maga a külsejével, a dizájnjával, hogy elnyerje a tetszését az embereknek, az illata elnyerje a tetszését az embereknek, valamint végső soron, és igazából talán a legfontosabb, hogy a termék minősége olyan legyen, hogy használat után is visszatérő vásárlókat generáljon. Igen. Most érkeztünk meg ahhoz a kérdéshez, amivel szerintem biztosan találkoztál, mert te is nem csak a saját területeden, Michelin csillagos éttermek, vagy olyan éttermek, ahol nagyon nívós konyhát visznek, mindig arról panaszkodnak, hogy a magyar piacról nagyon nehéz beszerezni azokat az alapanyagokat, amik a megfelelő minőséget is tudják, illetve folyamatosan rendelkezésre állnak.
és hát ugye most erről beszélsz, hogy milyen fontos a minőség itt a helyi termék kategóriában, ugye nyilván megjelentek, és a helyi alapanyagok mennyire tudnak beépülni? Ugye a hévízről tudunk, erről mesélj egy kicsit. Talán az lenne a leghelyesebb kifejezés, hogy mi mindig próbálkozunk. A lehető legjobban mi is szeretnénk, vagy lehető leginkább szeretnénk azt, hogy elmondhassuk, hogy minden alapanyag ebben a termékben Magyarországról származik. Na most ez teljességgel kizárt, azért őszintén meg kell, hogy valljam, mert hogy ebben vannak olyan alapanyagok, amik itthon teljességgel nem érhetők el, tehát ezeket kizárhatjuk. De van sok olyan adalékanyag, olyan adalékanyag alatt inkább azt mondom, hogy olajok, különböző kenőanyagok, mint például itt kenőanyagként funkcionálnak olyan különböző tartósításra szolgáló természetes alapanyagok, amelyek itthon elérhetők. Amit megint csak vissza kell egy kicsit, hogy kanyarodjak arra, hogy a maga a helyi és a lokális származását a terméknek erősítje. Nálunk egy ilyen húzóerőnek, húzó alapanyagnak, ha lehet így mondani, húzó alapanyag volt a hévízi termálvíz, amit mindenképpen szerettünk volna felhasználni a termék készítésekor. Egyrészt ennek van egy olyan, egy maga egy egészségügyileg, egészségtanulag egy fontos és jó hatása, de mindemellett van a magyar termálvíznek úgy általánosságban egy nagyon jó hírneve külföldön. Tehát én azt gondolom, hogy ha nem is mindig tudnak Magyarországról sok információt, leginkább keveset, de azért a termálvíz az olyan dolog, amire egyrészt rendkívül büszkék lettünk, és rendkívül híres. Tehát nem titkoltan ez egy olyan dolog volt, amit mindenképpen szerettünk volna alkalmazni a termékben, az élettani hatása miatt, valamint amiatt, hogy ennek egy nagyon jó marketing kicsengése van. De ezen felül is továbbra is törekszünk arra, hogy olyan alapanyagokat beszerezzünk. Itt lehet gondolni a pécsei medencés környékében termő levendurára, az abból lepárolt levenduraolajra. Tehát, hogy a törekvéseink megvannak, azt kell, hogy mondjam, ezekben a termékekben, vagy ezekben az alapanyagokban nem kell kompromisszumot kötnünk, hiszen a minőségük az kiváló. Mindenképpen azonban elsődleges vezérfonál és elsődleges célunk az, hogy a termék mindig ugyanazt a kiváló és jó minőséget hozza, és ezért természetesen nagyon is figyelni kell az alapanyagok minőségére a teljes gyártás folyamat során. Légy szíves, győzzél meg engem, hogy miért szappant használjon az ember, zádor szappant, a ezerféle különböző túlsfürdő helyett. Mert azért nyilvánvalóan elsősorban is alapvetően a túlsfürdőket használják az emberek a könnyű, praktikus kezelése miatt. De a szappan egy picit olyan, remélem nem sértődsz meg, mint hogyha visszamennénk az időbe, ahogy az régen is volt valamikor. És hát azt hiszem, bár itt prémium termékről van szó nyilvánvalóan a ti esetetekben, de valószínűleg azért nem fogja a túlsfürdéket a piacról kiszorítani. Igen, valóban ez egy ilyen szempontból úgymond nehéz piac, de azt mindenképpen látjuk és tapasztaljuk már itt az elmúlt évek tevékenysége alapján, hogy a szappan abszolút reneszánszát éli, és mondhatjuk, hogy a tapasztalataink alapján nem csak Magyarországon, hanem Európában egyaránt. Én azt gondolom, hogy több vonulata van ennek a dolognak. Az egyik az egy környezettudatossági kérdésben rejlik. Ugye egy szappannál nincs az, hogy egy műanyag flakont felhasználunk, kidobunk, itt egyszerűen van egy papír csomagolásban lévő termék. Mi mindig is törekedtünk arra, és később években is egyre inkább törekszünk arra, hogy a lehető legkörnyezettudatosabban csomagoljunk, tehát újrahasznosítható papírt használjunk föl, és a többi. Ez az egyik vonulata a dolognak, ami azt gondolom, hogy napjainkban ugye a környezettudatosság az egyre fontosabb és fontosabb kritérium, és fontosabb az emberek szemében. A másik pedig az, amit nagyon sokan szeretnek a szappanoknál,
hogy amennyiben egy jól elkészített termékről beszélünk, már pedig mi szeretnénk azt mondani, és azt mondjuk, hogy a mi termékünk az rendkívül jó, akkor főleg a hölgyeknél szokott az jelentkezni, hogy fürdés után még testápolót használnak, vagy különböző olajakat használnak. Na most, ha lehet így fogalmazni, nálunk itt minden egyben megvan. Ez a szappan nem okoz bőrszáradást, száradt érzést fürdés után, táplálja a bőrt, olyan hatóanyagok, alapanyagok vannak benne, mint például a seavaj, amiről köztudott, hogy az egyik legjobb bőrtápláló, bőrregeneráló hatású. Tehát nagyon sok pozitívuma van. Nyilván meg kell említeni azt is, hogy ez egy személyes tisztálkodási eszköz. Maximum ugye családon belül van az, hogy megosztják a terméket, még nyilván egy túlsfürdő az másként működik ilyen szempontból. De mi határozottan azt látjuk, hogy egyre többen és többen használják. Nagyon érdekes, hogy külföldön sokkal inkább ez egy természetes az, hogy szappant használnak fürdéshez, tehát például vannak olyan fürdőkultúrák Franciaországban, ahol elterjedtebb a szappan használat egy túlsfürdővel szemben, de alapvetően én azt gondolom, hogy itthon is egyre inkább népszerűbb termék, és egyaránt használják az emberek. Nem csak sokan ugye a kézmosásból indulnak ki, de magában a teljes testes fürdéshez is egyre inkább ezt használják az emberek. Nyilván kiszorítani a túlsfürdőt, én azt gondolom, hogy jó darabig, vagy egy jó ideig még nem fogja, vagy lehetséges, hogy egyáltalán nem fogja, de egy jelentős piaci részt száll ki ebből a tortából. Igen, igen, ugye lassan már több mint egy éve vagyunk benne a Covid-ban, úgyhogy lassan meg kell tanulnunk azt is, hogy lássuk benne a pozitívumokat. Ugye az egyik ilyen pozitívum, hogy megtanult mindenki tisztességesen kezet mosni. És én most meg fogok veletek osztani, ezt nem beszéltük meg előre, ezt éppen most találtam nem régen, egy képet, remélem látjátok. Ez egy keresési adatbázis tulajdonképpen a szappan és a Covid szavakra való keresésnek az eredménye, és akkor itt látszanak ezek a csúcsok, nagyon szépen látszik, ahogy a görbe a szappan és a Covidra való rákeresés az együtt alakul, és hogyha megnézitek a legelejét, akkor ott valahol itt indul a szappan, és a vége az jóval magasabban van, mint a kiinduló állapot. Tehát azt kell mondjuk, hogy egyfajta felhajtó hatása volt a szappan szempontjából a Covid-nak, nyilvánvalóan ez a kézmosásra, tisztálkodásra függ össze. Ezt ti látjátok a ti forgalmatokban is, vagy abban a szegmensben, ahol ti vagytok, éppen a szállodák zárva tartása, illetve a turizmus visszaesése miatt ez nem jelentősen kiugró. Ketté kell választani azt a részt, hogy mi mit látunk. Ugye sajnos látjuk egy részt, hogy az itteni turizmus és egyes területek, boltok, stb. Bezárások következtében azért sajnos sok partnerünk még jelenleg is zárva van. De viszont a kiskereskedelmi forgalomban, ami nálunk jelentkezik mondjuk egy webshopon, ott viszont ezt a nagyobb érdeklődést feltétlen látjuk. A szappan kapott egy nagyon jó támogatást, hiszen nagyon sok fórumon, akár politikusoktól is elhangzott, hogy sajtótájékoztatók alkalmával, hogy ugye a szappan is egy teljesen jó fertőtlenítő, nem nevezném fertőtlenítőnek, hanem tisztálkodó eszköz. A maga a WHO is kiadott egy ajánlást, amiben az szerepel, hogy nem kell feltétlen kifejezett fertőtlenítőszerrel mosni a kezünket naponta sokszor, hanem inkább egy hagyományos szappan is épp olyan hatást tud kifejteni, annak vonatkozásában, hogy a higiénikusan tudjunk utána a kezünkkel hozzányúlni, vagy étkezni, vagy bármi. Tehát volt egy nagy támogatottsága ilyen szempontból a terméknek, ezt nagyon éreztük az első hullám berobbanását követően. Ebben az időszakban mondjuk nyilván a kiskereskedelmi, ugye az offline boltok zárva voltak, így az online vásárlásra nyílt csak lehetőség, de ezt abszolút láttuk és éreztük. És igazából
itt még hagyj említsek meg annyit, hogy ugye maga a kényelmi szempontból talán így lenne a leghelyesebb nevezni, amikor ugye az ember folyamatosan kézfertőtlenítőt használ, és azzal mossa a kezét, akkor hát elég hamar már jelentkezni fog egy száradtság, száradt érzés a kézen, ami a fertőtlenítőnek egy teljesen normális velejárója. Na most ez ugye a szappan terméknél, ugyanúgy, ahogy a fürdés alkalmával említettem, hogy egy bizonyos fokú bőrtáplálás végbe megy, úgy ez a kézmosás alkalmával is, tehát egy sokkal kellemesebb érzést ad kvázi ezt követően, mint sem, amikor az ember folyamatosan fertőtlenítővel érintkezik, ami óhatatlanul kézszáradás, kiszáradás, bőrrepedezést okoz. Melyek azok a termékeitek, amelyek leginkább futnak, amit leginkább vásárolnak, milyen illatokról van szó? Alapvetően azt tudom mondani, hogy 12 különböző illatú termékünk van, vagyis ebből kettő az egy ilyen illatmentes, teljesen hipoallergén termék. Úgy azt mondanám, hogy van egy ilyen vezető 5 termék, ami kiugróan magas érdeklődést kelt. Ilyenek például a paprika virágillatú szappanunk, szőlőszappanunk, levendula szappanunk, vagy a mangónarancs szappanunk. A többit meg teljesen úgy tudnám behatárolni, hogy attól függ, hogy milyen területről beszélünk, vagy milyen országról beszélünk. Országonként változik, hogy mindenhol megvannak a favoritok. Példának okáért például van egy kakaó illatú szappanunk, ami itthon, hanem is azt mondom, hogy nem túl népszerű, de népszerűség elég alacsony. Ez például vannak olyan nyugat-európai országok, ahol rendkívül népszerű, ott pedig ott az egy ilyen bestseller termék. Tehát én azt gondolom, hogy nehéz országonként lehetne azt mondani, hogy melyikek a top-top termékek. Úgy ki lehet váltani, de országok és ízlések, ha lehet ezt így mondani, de ezt abszolút tapasztaljuk. Azért izgalmas lehet ezt nyomon követni, hogy hol mit... Igen. Termékeknek. És egyébként szappanon kívül ti még mást is szeretnétek forgalmazni, vagy mi a jövőképetek alapvetően? Jövőképünk alapvetően ez a fürdőtermékek világában szeretnénk bővülni. Jelenleg van egy termékünk még a fürdősó, ami nyilván nem tesz akkora népszerű, nem annyira népszerű, mint egy szappan, hiszen az csak egy eseti nem is tisztálkodási eszköz, hanem fürdőkelléknek nevezném, de a fürdő és fürdőtermékek világában mindenképpen szeretnénk bővülni, valamint ezeket az illatokat, amelyeket így hosszasan kifejlesztettünk, ezeket is szeretnénk más olyan termékbe átvinni, ami az otthon, az otthoni illatosítás kapcsán szóba jöhet. Itt most beszélhetünk akár lakásillatosítókról, beszélhetünk különböző olyan illóolajok zádor márka alatt való forgalmazásáról, amelyek szintén ezt a témakört ölelik föl. Tehát vannak terveink, kifejezetten azt gondoljuk, hogy egy elég jól megalapoztuk most a szappannal a piaci helyzetünket, és most már jócskán itt az ideje, hogy további termékeket fejlesztünk ki, és magát a zádor brandet, valamint a kifejlett zádor illatokat tovább vigyük más területekre. Bence, én valahol azt olvastam, hogy illatházzal dolgoztok, ráadásul egy spanyol illatházzal. Ugye nagyon nehéz egy podcastban illatokról beszélni, de azért próbáljuk meg, hogyan képzeljünk el egy ilyen illatházat, akárhol is legyen, Spanyolországban vagy Magyarországon. Ez egy ilyen alkimista műhelyszerű dolog, vagy egy labor, egy jó illatú labor. Hogyan néz ki egy ilyen illatház? Azt hiszem, mindezt ötvözi, amit elmondtál. körülbelül jó, kell elképzelni. Valóban tényleg így kell elképzelni, és ami az illatfejlesztést és az illatok kreálását illeti, itt elsősorban egy nagyon rossz szóval tudok csak élni, az, hogy hosszú-hosszú idő. Hiszen ezeket az illatokat, amit kifejlesztjük, ezek van, hogy jóformán az, hogy mondjam, fél év, évek betelik. Mert hogy
az történik, hogy nekünk van egy elképzelésünk, mintha normál esetben akár egy grafikai tervezés, vagy bármi lenne, úgymond szavakba öntjük azt, hogy mi az, amit mi szeretnénk érezni egy bizonyos illatból, mi az az elképzelés, ami lenne nekünk egy illat kapcsán, tehát, milyen elemeket tartalmaz. Csak hogy jól értsük, te tudsz ilyet mondani egy illatkészítő mesternek, hogy én a szabadság illatát szeretném? Nem, ennél egy kicsit specifikusabban fogalmazunk. Mondjuk azt mondjuk, hogy szeretnénk egy levendula illatot, de a levendula illatban is vannak különböző fajták, és azt mondjuk, hogy szeretnénk még keverni valamivel, hogy mondjuk legyen benne a levendula mellett egy kis citrusosság, egy kis frissesség. Körülbelül ezt így hosszan-hosszan fejtegetjük, majd ezt követően az illatház küld részünkre különböző mintákat, amit elkezdünk hosszan tesztelni, különböző helységekben, különböző terekben, különböző alapanyagokkal, hogy hogy lép kapcsolatba, és akkor mindig kap az illatfejlesztő egy visszajelzést, hogy ez legyen citrusosabb, legyen erősebb, az az illat jobban domináljon benne, ez jobban domináljon benne, és ez egy hosszas-hosszas folyamat, majd úgy ismét ugye kapunk mintákat, és ez így megy folyamatosan, amíg meg nem kapjuk a végterméket. Ugye nagyon nehéz úgy illatokat kreálni, hogy ez egy dolog, hogy kapunk egy mintát, amit egy folyadék formájában kapunk meg, és megszagolunk, és hogy jó, tetszik, nem tetszik. Csak hogy ez az illat ugye belekerül egy hordozóanyagba, magába a szappanba, ahol adott esetben teljesen másként is kijöhet az illat. Tehát nyilván torzítások azért életbe lépnek ilyen szempontból, és ezért ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat, és igazából sok-sok teszten és sok-sok egyeztetést követően születik meg nálunk mindig egy illat, mert azt gondoljuk, hogy azért úgy működik egyszerűen ez a dolog, hogy meglátja a vásárló a terméket, majd megszagolja, és ezt követően történik a döntés, hogy megvásárolja a terméket. Most egy ilyen buta kérdést szeretnék föltenni, hogyha most be van csomagolva az a szappan, ugye a papírba, vagy két csomagolás, akkor a gyanútlan vásárló azon keresztül azért mégis valahogy érzi az illatot? Igen, abszolút érvényesül ez. Nálunk, jól is mondtad, Laci, hogy két papírba van csomagolva a termék, van egy illatzáró, hát selyempapír fogalmazunk így, de nem selyempapír, ami benne van, és a köré van még egy, az a kerül föl a külső csomagolás, de az illat domináns, tehát annyira domináns, hogyha nem is azzal az intenzitással, de annyira érzi a vásárló, hogy tud választani az illatok közül. Mikor ezt a paprikát olvastam, akkor egy kicsit megrettentem, hogy most azzal kenegeti az ember a testét, vagy annak megfelelő részeit, vajon nem csípőse az? Nem csíp, ez sokszor fölmerült ez a kérdés. Nem, semmi, ez egy paprika virág illatot hoz ez a termék, és egyáltalán nem csípős. Megint csak ebben az illat kreálásban és magában az ötletben, hogy legyen nálunk paprika illatú szappan, nagy szerepet játszott az, hogy ugye Magyarországon a magyar paprika, annak adjunk egy illatot, tehát van egy nemzetközi neve is, és szintén az, hogy ezt vigyük külföldre. Bence, köszönjük szépen, izgalmas és érdekes témáról, meg termékről beszélgettünk, sok sikert hozzá, reméljük, hogy nagy karriert fog befutni ez a... Igen. Bízunk benne, mindent megteszünk érte. Egy legutolsó időn túli kérdés, hol lehet pécsei szappant kapni tőlünk legtávolabb a világban? Ezt elmondod nekünk, ha járunk majd egyszer végre? Olyaj, most itt a földrajz is alapul kell, hogy vegyem gyorsan. Itt van mögöttem. Igen, azért azt nézem. Alapvetően azt gondolom, hogy vagy Európában van leginkább, de amit a legtávolabbi pontnak tudnék mondani, az az Amerikai Egyesült Államok, ahol kapható a termék különböző disztribútoroknál, ez különböző boltokban nyilván disztribútorok által. Ez nagyon szép. Fölmentem az Amazonra, de ott nem láttam. Pedig fönn van. Tényleg fönt van? Az amerikai Amazon oldalán fönn van. Aha,
Hát ott nem általunk, hanem a disztribútor partnerünk által. Megmondom őszintén, most éppen a napokban nem néztem, de mondjuk úgy múlt év végén még biztosan fönn volt, úgyhogy ott megtalálható. Akkor ez jó végkicsengés is volt. Köszönjük szépen. Én Szervusz. Köszönöm szépen a lehetőséget. Szia! Szervusztok! Ez a Studio Veszprém műsora volt. Hallgasson ránk minden pénteken!